Hol volt, hol nem volt. Operációs tengeret túl. De onnan, ahol én származok, még a cipolyon meg az agyván is túl, ért egyszer egy ember meg egy asszony. Az ember jóval idősebb volt az asszonynál, asszony meg a papa szerette. Egyik reggel azt mondja az asszony az embernek, hogy olyan szegények vagyunk, hát menjünk már ki a telepőbe, vágj egy kis fát. Aztán majd abból bevásárolunk magunknak egyéb dolgokat. És hát az ember ki is ment az erdőbe, de azért asszony csinált neki előtte egy kis hamuba fűtsű fogását, hogy azért legyen neki mit ebédelni, és hát ott vágta a fát. Mit ad Isten? Egy ördög gyerek arra tekergett, meglátta, hogy ki volt rak egy ilyen farönkre az a bodak, ugye Nógrádban mondják ezt a bodakot is, ez pogácsát jelenti. Hát ki van rakva a bodakra, az ördög gyerek azt mondja, ellopom én azt. Gyorsan elkapta onnan, szaladt vele a pokolba. Kopog a pokolnak az ajtaján, Lucifer kinyitja az ajtót, te gyere, hát te honnan jöttél? Mit csinál? Hoztam egy kis bodakot. Hát honnan loptad te ezt a bodakot? Hát egy öreg embertől. Mit csinálsz te? Lopod a bodakot az öreg embertől. Menjél csak vissza a szolgád, menj neki, addig belengelsz a pokolba még egyszer. Úgyhogy becsapta az ajtót. Hát mit volt mit tenni a ördög gyerekre? Oda ment, a visszarakta szépen a bodakot a farönkre, és oda köszönt illendően az öreg embernek. Adjon Isten ördögpár! Adjon Isten fiam! Mi állatban vagy te itt? Jaj, ördögpám, ne lagudjon, már elloptam magának ezt a bodakját, de visszahoztam. Hát fiam, hagyjad, én még oda se jutottam az evéshez. Nem csináltad te semmi rosszat. De ördögpám, én be akarom magának ezt szolgálni. Áj, nincs nekem annyi pénzem, hogy felvegyek egy szolgálót. Nem kell nekem semmi fizetségem. Minden délben, így segítek magának, majd fát vágni, de minden délben haza akarok menni a maga házához fizetni. Mondja az öreg, jó, hát akkor gyere, segítsél. Na, de erős gyerek volt ez a ördög gyerek, úgyhogy neki fogod segíteni az öregnek, hát haladtak rendesen a favágással. Este hazamentek, jó, megvacsoráltak, és másnap ment megint ki az ördög gyerek, és hát ahogy hát ugye megmutatta az asszonynak is, hogy hát van egy szolgára, mondta azt, hogy jó, hát akkor majd elalszik ott a pajtába, másnap mennek ki, és hát délbe ördög gyerek az megy üzenni. Na de, akkor már ott volt a tiszteletes úr az asszony, nem hiába járt az öreg a erdőben, azt úgy tudta, hogy mit kell közbe csinálni. Hát akkor éppen ott már bújnak össze egymáshoz, és akkor azt mondja, hogy látja így az ablakból, hogy egy idegen gyerek közeledik egyre az ő házukhoz. Húha! Mondja a tiszteletesnek, hogy nem ez idegen gyerek, de nem tudjuk, nem tudom, hogy mindig meg volt. Eltévesztettem, mert az elején, na jó, tehát nem, jó. Úgy történt, hogy nem volt az előző nap, hanem gyakorlatilag az első nap, amikor már megegyeztek az öreg, már akkor ment el inni a gyerek, és akkor ugye az, hogy még nem ismerte. Jön idegen gyerek, és hát bejön egy ilyen sár, jön a házhoz. Mondja az azt, hogy a tiszteletesnek, tiszteletes uram, hát valahol menjen, mert ez a gyerek aztán meglát bennünket, és kitudódik a dolog, hogy mi van itt köztünk. Menjen fel a padlásra, a zsúr közé bújjon be, aztán majd, ha elmegy egy öreg, akkor majd visszajön. Na, akkor így úgy magázták egymást az emberek. Na, bejön a gyerek, azt mondja, hogy hát a gazdám azt mondta, hogy ki kéne azt a zsupot porolni ott az a padláson. Tehát minek mondták, most poroltuk ki a múlt héten. De a gazda parancsa, az gazda parancs. Majd én fölmegyek. Fölmegy a gyerek, elkezdi ott a zsupokat pakolgatni, aztán hát egy szövetség, melyik be van a tiszteletnek. Fog egy nagy botot. Jó, le, azt mondja, jajdat, és mondja, hajd abba gyereket, odatom neked, annyi búzát adok neked, amit délig elhúzolsz, az mind a tiéd lesz. Mondja, egyet jó, ha megegyeztünk.
másnap oda megy a papnak a házához, és elkezdi hordani a búzát. Hát elhúzott az összes búzáját a papnak. Aztán másnap megint mennek ki az öreggel feltárni, a gyerek megint megy hazainni. Hát a búzát is megint ott volt. Az asszony már messziről meglátta, hogy jön ez a gyerek, és még jobban meglátta. És mondja, hogy most hova bújjak el? Hát most nem útkor is jól elvert engem, most nem hova bújjak. Menjünk ki a birkákhoz, majd adok rád egy csubát, aztán ott el leszel. Jön be a gyerek, azt mondja, hogy hát a gazdám azt mondta, hogy hajtsam ki a birkákat itatni. Az apuhoz. De most ittak. Nem, a gazdám azt mondta, úgyhogy hajtom őket. Megy ki a gyerek, vett egy nagy botot magával. Hát így hajtotta a birkákat az apuhoz. Mindegyik birka belement a sárba, csak egyik nem akart bele. Erre fölfogja magát a ördöggyerek, jól elveri a csubát. Jaj, aggatott a tisztelet, és mondja, hogy hagyjad abba, te gyerek, odaadom, annyi tisztet adok neked, amit délig el tudsz hordozni. Hát jó, megegyezte. Másnap reggel megy a ördöggyerek, elhordta az összes tisztjét a papnak. Na, aztán tanakodtak már így a tiszteletes meg az asszony, mondja a tiszteletes, hogy hát én már nem jövök többet ehhez a házhoz, valamit csináljál ezzel a gyerekkel, mert már engem elvitte az összes búzámat, mondja az asszony. Elvitte az összes búzámat, elvitte az összes tisztemet, meg még jó el is vagyok verve, most már kétszer is. Hát azt mondja, hogy sose búcsújjál, várjál egy napot, majd elintézünk mindent. Mennek hazafel a fogágásból a gyerek meg az öreg ember, és mondja a gyerek, az ördög gyerek az öreg embernek, hogy figyeljen ide, majd azt fogja magának azt, hogy mondani, hogy másnap menjen ki vele a vásár, de nem menjen ki vele, mondja, hogy fáj a lába, majd én kimegyek vele. És így is lett, már szólt neki az asszony este, hogy hát el kéne mennünk a vásárba, a Tarjánba bevásárolni, mert hát ez még az is hiányzik itt a háztartásból, hát most menjünk. Jaj, nekem most nagyon fáj a lábam, úgy itt egész nap vártam fel, nem bírok én most menni, kéne egy kicsit pihenni. De hát itt van nekünk ez a gyereket, a szolgáló, majd az elmegy. Jó. Aztán másnap be is fogadtak a kocsiba, elmentek a vásárba. Az ördög gyerek rögtön körülnézett, vásárban talált egy ilyen fejkendős asszonyt, oda ment hozzá, maga mit árul? Öreg anyám. Hát én mézet, fiam. Jó, az nagyon jó. Majd jön egy piros fejkendős asszony, de mondja neki azt, hogy mérget árul. Aztán jó drágán adja. Hát, az asszony mondta, hogy jó. Tényleg oda is ment hozzá az asszony, és kérdezte, hogy mit árul. Mérget. Úgy az nagyon jó, az mibe kerül? Hát egy arany. Na, meg is egyeztek, odaadta neki a mérget, amit ugye méregnek gondolt. Vitte az asszony nagy örömmel. Na, csinál belőle mákos tésztát, leves, mindent megfőzött, megsütött, és hát így várta következő nap haza az öreg embert, a férjét, meg a szolgálót, ugye az ördög gyereket, hogy hát jól lakassa őket. És akkor, amikor mentek hazafele a favágásba, akkor megint mondja az ördög gyerek az embernek, hogy öregapám, figyelj ide, mi menjünk haza, maga mindig csak azt csinálja, amit én. Akkor nem lesz baj. De ha nem azt csinálja, akkor nagy bajba kell. Na, haza is mentek, hát jó be, megették a mákos két tésztát, megették a levest, egyszer csak az ördög gyerek hanyat vágja magát, eltörül a földön. Úgy tesz, mint meghalt volna. Az öreg ember is rögtön hanyat vágja magát. Na, erre nagyon megörül az asszony, hogy hát sikerült az ott. Gyorsan kiabál is a tiszteletesnek, hogy jöjjön a tisztelet, uram, ezek mind megdögöttek.
Na, jön a tiszteletes, aztán hát már ott elkezdek ottan szerelmeskedni, meg ölelgetni egymást, erre felugrik az ördög gyerek, felugrik a ember is. Na, ördög gyerek hónalán kapja a tiszteletest, mondja, hogy én majd foglalkozok a csődörrel, hanem még csak foglalkozom a kancával. És azon mód, ahogy kapta, elszaladt fel a pokolba. És megint kopogtatott a pokolnak az ajtaján, Lucifer kinyitott az ajtót. Mit hoztál te gyerek? Hát hoztam még papot. Mit csinál? Hát lopott. Na hát erre beengedte Lucifer, mert most már jóvá tette ugye a bűnét, a pap meg aztán ott maradt a pokolba.